Legfeljebb távcsővel nézhették az érdeklődők, kiérkezik Orbán Viktor évértékelőjére. A Várkert bazár előtti utca teljesen le volt zárva. A kordonokat még fekete anyaggal is beborították, hogy senki ne zavarja a vendégeket. A teremben közben már egymást üdvözölték a meghívott vendégek, Mészáros Lőrinc még puszit is kapott a volt államfő Schmidt Pál feleségétől. Orbán Viktort már érkezéskor nagy taps fogadta. A miniszterelnök hagyományos évértékelőjét idén elsősorban a családpolitikai témára fűzte fel, konkrét intézkedések soráról beszélt. Most egy 7 pontos családvédelmi akciótervet jelentek be. Eszerint az első házasságukat kötő 40 év alatti nők 10 millió forintos kedvezményes kölcsönben részesülhetnek, amelynek törlesztését az első és a második gyerek születésekor 3-3 évre felfüggesztik, a harmadik gyerek után pedig elengedik. Bővítik a családi otthonteremtési kölcsönt. Ezután a két gyerekes családok 10 millió forintig, a három gyerekesek pedig 15 millió forintig vehetik igénybe a csokot, már használt lakás vásárlásakor is. Emellett az állam átvállalja a több gyerekes családok jelzálog hitelének egy részét. A második gyerek születése után 1 millió, a harmadik után 4 millió, minden további gyermek után pedig 1-1 millió forintot vállal át az állam. Mindez azt jelenti, hogy Magyarországon ma egy két gyermeket vállaló fiatal házaspár az életkezdéshez és otthonteremtéshez 22 millió, egy három gyermeket vállaló pedig 35 millió forint támogatást kap. Besegítenek a nagycsaládosok autóvásárlásába is. A három gyerekes családok 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatást kapnak, ha legalább 7 személyes új autót vásárolnak. A legalább 4 gyerekes anyáknak pedig ezután életük végéig nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Ha pedig a szülők úgy döntenek, akár a nagyszülők is otthon maradhatnak Gyeden. Orbán Viktor azt is bejelentette, hogy bővítik a bölcsődei rendszert. 3 év alatt 21 ezer új férőhelyet hoznak létre, ami azt jelenti, hogy 2022-re minden szülő bölcsődébe adhatja a gyermekét, ha úgy dönt. A miniszterelnök a középiskolásoknak is üzent. Nekik a nyelvtanulásukat támogatja ezután az állam. És minden középiskolás a 9. és a 11. tanév nyarán 2 hét, összesen tehát 2x2 hét külföldi nyelvi tanfolyamon vehet részt, amelynek költségeit a magyar kormány vállalja. Szóba kerültek a vállalkozók is. Azoknak például, akiknek, idézem, jól fut a szekerük, Orbán Viktor szerint egyszerűbb adórendszer és a bürokratikus akadályok megszüntetése kell. A legsikeresebb üzletemberek pedig feladatot is kaptak a miniszterelnöktől. Sikeres vállalkozóinkra még vár egy történelmi feladat. Nekik kell létrehozniuk Magyarország területén kívül azokat a befektetéseket, amelyek profitját hazahozva kiegyenlítjük a Magyarország területéről kivitt profit mennyiségét. Igazi nemzeti küldetés ez, óriási feladat, rá is megy majd legalább 10 évünk. Orbán Viktor az ellenzéki pártok közös akcióiról is beszélt. Szerinte, idézem, politikai pornográfia, hogy a szocialisták és a szélsőjobb koalícióra lépett. A helyzetünket könnyíti, hogy a szocialista náci koalíció politikusai inkább komédiásoknak tűnnek, mint politikai vezetőknek. Megrohamozni a csukott ajtót, hasra vágni magunkat tarkóra tett kézzel, pók emberesdit játszani a tévészékház lépcsőházának korlátján, ez inkább pályakezdő színészek útkereső próbálkozásának tűnik. A kormányfő szerint az pedig egész Európa szégyene, hogy a magyar ellenzéki pártok összefogását még támogatja is a nemzetközi baloldal.